Drónnal figyelik a rendőrök a mobilozó sofőröket ezen a korábban készült felvételen. A hatóságok most a héten is így tesznek, október 7-e és 13-a között fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobilozást. De sajnos egyre több a kollégáim tapasztalata arról, hogy nem csak mobiltelefonoznak már az emberek vezetés közben, hanem sokan tableteket fogva filmeket néznek, illetve a közösségi médiát böngészik, miközben a másik kezükkel a kormányt fogják. Sajnos volt már arra példa, hogy azért történt tragédia az ország egyes útjain, mert valaki úgy vezetett, hogy közben élőben filmezte azt, hogy milyen sebességgel halad, és milyen módon előz meg járműsorokat. Ennek az eseménynek az lett a vége, hogy többen életüket vesztették a balesetben. A rendőrök nem csak az elektronikai eszközök használatát figyelik, hanem azt is, hogy ki az, aki például evéssel, ivással eltereli a figyelmét. De szintén szemüggyel tartják azokat, akik nem használják a biztonsági övet. A kollégáim nem csak rendőrautókból fogják figyelni a közlekedőket, hanem civil autókból is, és lesznek náluk videófelvevők is, amivel szintén rögzíteni fogják azokat, akik szabálysértést követnek el, és szerencsére Tolnavár megyében már van drón, amivel szintén a levegőből is figyelhetik azokat a járművezetőket, akik nem tartják be a szabályokat. Aki mobilozik és rajta kapják, azt akár 65 ezer forintra is büntethetik. A rendőrség akciójával a megkérdezettek nagy mértékben egyetértettek. Szerintem nagyon veszélyes, én úgy gondolom. Én autóbuszvezető vagyok is, én tudom, és nálunk is sokan csinálják ezt, és szerintem veszélyes. Figyeljék is. Ugye most épp véletlenül csörög a telefon, és nem figyel oda egy óvatlan pillanatban, bármi vétlen balesetet is okozhat. Tolnavár megyében tehát az autóval közlekedők az elkövetkező napokban számítsanak arra, hogy különösen sok rendőrrel fognak találkozni. A szemeket tartsuk az utakon!